A terhesnapló rovatot és Szekeres Nóra babájának egészségét a Lady Vitt terhes vitamin támogatja. A Babavilág szakmai partnere a 15 éves Krió intézet. Az őssejt felbecsülhetetlen érték. 36-38 cm, súlya már meghaladja az 1 kg-ot, vagyis körülbelül akkora, mint egy vekni kenyér. Testének arányai pedig nagyjából megegyeznek egy újszülöttével. Ilyen egy 29 hetes magzat. 1300 g. Múlt héten voltunk ultrahangon, rendben van, mocorog. Néha, hogyha front van, akkor csendben van, hideg frontnál főleg, de mostanában rendben van. A várandóság 29. hetében a kismamák már igen fáradékonyak. Gondjuk lehet az emésztéssel, a viszerekkel, egyre gyakrabban fájhat a hátuk és a derekuk, babájuk intenzív mozgása miatt pedig általában keveset tudnak pihenni. Most van az, hogy már nem tudok aludni. Örülök, ha éjfél előtt elalszom, és örülök, ha nem kelek fel hajnal 5 előtt. Mire a kismama eléri a várandóság 29. hetét, bizonyára túlesett azon a kötelező szűrővizsgálaton, mely alatt terhességi cukorbetegség meglétét vizsgálják. Ha a probléma beigazolódik, akkor az anyukának szigorú diétát kell tartania. A vércukorszint ingadozása ugyanis komoly veszélyt jelenthet a magzatra. Inzulin rezisztencián van, úgyhogy emiatt ugye ez a mediterrán diéta, hús, zöldség, saláta, úgyhogy valószínűleg emiatt elég jó a vérképem. Azok a kismamák, akik nem tartják be a diétát, nagy eséllyel szülhetnek az átlagosnál nagyobb babát. A magzat ugyanis hozzászokik a megemelkedett cukorszinthez, és a normálisnál több inzulin termel. Ez pedig fokozza a növekedést. Sokszor fölmerül kérdésként, hogy nem lesz-e például túl nagy a baba, hogyha túl sok vitamint szedünk. Most ez egy alapvető tévhit. Az anya szervezetébe bekerülő ásványi anyagok ugyanis vagy azonnal felhasználódnak, vagy elraktározódnak. Ezt mind-mind az édesanyja szervezete kapja, és az édesanyja szervezetéből merít majd a kisbaba, és a mama raktárait fogja felhasználni napi szinten, vagy hosszabb távon is. Ebből adódóan nem kell attól tartani, hogy ezért lenne nagyobb egy kisbaba, ezért növekedne nagyobbra, mert semmiféle olyan anyag ezekben a vitaminokban nincsen, ami, hogy így mondjam, növekedés serkentene, vagy túlságosan nagyra növeszteni a babát. A szakértő szerint mindezek mellett a kismama táplálkozására és anyagcseréjére fokozottan figyelni kell, hiszen a mama által bevitt kalóriák a babára is hatással lehetnek. Nyilvánvaló, hogy amikor valaki jóízűen táplálkozik, és nem figyel oda az energiabevitelre, a szénhidrát bevitelre, mellette vitaminokat vagy vitaminkomplexumot is fogyaszt, és ezek együttesen az ő saját testsúlyát, saját testtömegét gyarapítják, annak lehet hatása az anyagcsere folyamatok bonyolult összetételén keresztül a baba növekedésére is, tehát itt inkább az anyagcsere oldalról kell odafigyelni, és megfelelően megválasztani azokat a tápanyagokat, a tápanyag mennyiségeket, és a megfelelő számú, kellően elosztott tápanyag bevitelt, ami az egészséges és ideális táplálkozáshoz szükséges. A vegyes és változatos táplálkozás, valamint a baba számára fontos vitaminok tehát nem jelenthetnek gondot. A gyakori vizelés inger azonban igen. A várandóság harmadik harmadában ugyanis a méh már elég erős nyomást gyakorol a húgyhólyagra. Ráadásul a hormonváltozások miatt gyengülhetnek az izmok, köztük a záróizmok is. Ezért ebben az időszakban gyakori vizelés inger jelentkezhet a kismamáknál. A kellemetlen tüneteket az intim torna és a gátizmait erősítő gyakorlatokkal lehet enyhíteni. Mindemellett ez a fajta torna a szüléskor, valamint a szülést követő időszakban is hasznosnak bizonyulhat. A Babavilág szakmai partnere a 15 éves Krió intézet. Az őssejt felbecsülhetetlen érték. A terhesnapló rovatot és Szekeres Nóra babájának egészségét a Lady Vitt terhes vitamin támogatja.